A 21. zsoltár a mai zsoltárunk, és talán egy címe lehet ennek, hogy az adományozó Isten és az elfogadó ember. Mert hogy ez a zsoltár a maga rövid 14 versével véges végig erről szól, hogy Isten adni szeretne, hogy Istennek kincsei, ajándékai vannak, de vajon van-e, aki ezt elfogadja, van-e, akit ez érdekel, van-e, akinek ezek fontosak, aki tud ennek örülni. Hogyan fogalmazza meg ez a király Zsoltár ezt a tanulságot? Hallgassuk meg Dávid Zsoltárát. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, a te erődnek örül a király, és feletté bújjongat a te segítségednek. Megadtad neki szíve kívánságát, és ajkának kérését nem tagadtad meg. Sőt, elievitted javaidnak áldásait, színarany koronát tettél fejére. Életet kért tőled, te adtál neki hosszú életet, örökkévalót és végtelent. Nagy a dicsősége a te segítséged által, fenséget és méltóságot adtál neki. Sőt, áldottá tetted őt örökre, megvidámítottad őt, színed előtt örülhet. Bizony, a király bízik az úrban, és nem inog meg, mert vele van a magasságos kegyelme. Kezed utoléri minden ellenségedet, jobbot megtalálja gyűlölőidet. Tüzes kemencévé teszed őket, mikor megjelensz. Haragod elnyeli és tűzemészti meg őket. Gyümölcsüket kiveszíted a földről és magukat az emberek fiai közül. Mert gonoszságot terveznek ellened, családságot gondolnak, de nem vihetik véghez. Mert megfutamidod őket, íjat húrját kifeszített feléjük. Emelkedjél föl, Uram, a Te erőddel. Hadd énekeljünk, hadd zengedezzünk hatalmadról. Az adományozó Isten és az elfogadó ember nagyszerű leírása a 21. Zsoltár. Az egész Zsoltár első gondolata így hangzik egy ima mondattal, Uram, a Te erődnek örül a király, és felettébb újjong a Te segítségednek. És aztán a következő versekben másról sincs szó, mint hogy az ember, az Istenben bízó ember, még hogyha oly nagy feladata is vannak, mint egy királynak, aki mások sorsáért, sok-sok ember, család, nemzetség, törzs életéért felel, észreveszi, hogy tulajdonképpen az Isten mindent megtesz értem. Majdnem azt is mondhatnánk, mindent megcsinál helyettem. Uram, a te erődnek örül a király, mert amikor a király bízik az úrban, akkor rájön arra, hogy a dolgokat nem neki kell kitalálnia, nem neki kell végrehajtania, vagy ahogy szoktuk mondani a hétköznapi életben, kézzadnia a megoldásokat, hanem az ember, az Istenben bízó ember felettébb újjongat a segítségednek, mondja a Zsoltáros. Isten ereje és segítsége. A mindennapi életünk folyamatos része lehet, hogy azt megtapasztaljuk hogy az pótolja a mi hiányosságainkat, akár fáradtságban, akár ötlettelenségben, amikor nem tudjuk a megoldást. A nagy ember, aki Istennel jár, és nagy nehézségekben is hely tud állni, nem nagyszerű képességekkel rendelkezik, hanem tud kapni. Jó kapó. Nem birtokló, nem mindent magának tulajdonít, hogy én ezt is megoldom, nekem arra is van válaszom, én ilyen helyzetből is kivágom magam, hanem ahogy a zsoltáros a harmadik verstől egészen a hetedik versig sorolja, az Istenben bízó ember rájött arra, hogy Istennek adományai vannak a számára, és az a kérdés, hogy én hogyan tanulhatom meg elfogadni azokat, észrevenni, felfedezni és beengedni az életembe mert ahogy írja Dávid, megadtad a szív kívánságát, ajka kérését a királynak nem tagadtad meg, javaid áldásait, színarany koronát tettél fejére, életet kért és hosszú életet adtál. Nagy a dicsősége, és hogyan folytatja Dávid? A te segítséged által, mert te Istenem fenséget és méltóságot adtál neki, sőt áldottá tetted, mondja az utolsó hetedik versében ennek a szakasznak, és megvidámította őt, színed előtt örülhet. Az Istenben bízó ember nem egy listát kap az Istentől, hogy na fogj hozzá is, ha ezt te teljesíted, akkor-akkor te vagy az én emberem, hanem az Istenben bízó ember észreveszi, felfedezi az Isten ajándékait, terveit, és engedi, hogy azok az életében megvalósuljanak. Ahogyan olvassuk, hogy Isten ad neki, viszi, Meghallgatja, ő biztosítja számára segítséget ad, méltóságot ad megvidámítja, áldottá teszi. Olyan, mintha a hívő ember pontosan a hite által azt tapasztalná meg, hogy az Isten teszi, végzi a dolgokat az életében. Így olvassuk a nyolcadik versben az első szakasz összefoglalóját, bizony a király bízik az úrban és nem inog meg, mert vele van a magasságos kegyelme. Az Istennel járó élet az Isten cselekvésének a története. Ahogyan az ember megtanulja a tekintetét elfordítani önmagáról, és többet időzni Istenen, többet foglalkozni a magasságos kegyelmével, ahogy a nyolcadik versben olvastuk, jobban észrevenni azt, hogy az Úr élete minden útján, minden kanyarjában, gödrében vagy emelkedőjén valamilyen módon velem van. Csak vegyem észre, hogy a királynak nem az a rettenetes, teljesíthetetlen feladata, hogy erejét megfeszítve mindent kitaláljon, megoldjon, megnyerjen és győztes legyen, hanem minél magasabban van, annál közelebb kerüljön az Istenhez, és nagy emberként elfogadó, kapó, tanuló, Istenre hagyatkozó ember tudjon lenni. Kevesen vagyunk ma már királyok. Lehet, hogy nem ilyen feladatok várnak ránk, de a mindennapi életünkben ugyanez az Isteni törvényszerűség érvényesülhet. Rájönni arra, hogy nem az én erőmre van szükség, hanem urama te erődnek örülhetek. Rájönni arra, hogy nem nekem kell ezt megoldanom, hanem felettébb újjongokat a te segítségednek, ahogy a második versben olvassuk. Rájönni arra, hogy Isten ismeri a mi szívünket, ismeri a mi terveinket, a mi gondolatainkat. Éppen azért, ha azokat rábízzuk és elővisszük, akkor segít azok megvalósításában. Rájönni arra, hogy az életben a javak, amiket kaptunk, nem a mi kezünk munkája, hanem Isten adott hozzá erőt és lehetőséget. Ezért hálával, bizalommal és szerénységgel vegyük számba az ő áldásait a javakban. És így, és így, és így tovább, ahogy olvassuk a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik verseket, a király rájött arra, hogy bár emberileg nézve hatalmas dolgokat ért el, és óriási teljesítvény áll mögötte, mindez az Isten munkája volt. És amikor így tekintünk vissza a mögöttünk álló életszakaszra, akkor nem kell majd félnünk az előttünk állótól sem. Akkor nem kell attól megijednünk, hogy de vajon most, már, most még lesz-e olyan erő, mint amilyen volt régen, vajon megint tudok-e majd olyan válaszokat adni a nehézségekre, az élet próbálja, mint amilyen jól ment az első időszakban. Ahogyan szoktuk mondani, hogy az A oldala az életünknek egész sikeres volt, és jól bírtuk még fiatalon, erősen és tetrekészen, de a B oldala ennek az életnek, ez már döcög és kicsit húzza a szalagot. A Zsoltáros elérkezik a B oldalhoz. És amikor visszatekintett, és rájött arra, hogy egész addigi élete, királysága, uralkodása, élete és az ország irányítása azért volt sikeres, mert Isten volt az ő ereje, és Isten volt az ő segítsége, akkor mondja ki ezt az igét, hogy bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg. Mert ha a múltban felfedezzük az Istent, és megértjük azt, hogy ő vezetett minket, akkor nem fogunk félni az előttünk álló jövőtől sem. Nem inog meg, mert vele van a magasságos kegyelme. Az Isten keze utoléri minden ellenségedet, olvassuk a kilencedik versben, tizedik versben kemencévé teszed őket, mikor megjelensz, haragod elnyeli, és tűzemészti meg az ellenségeket, gyümölcsüket kiveszíted a földről. Szóval az egész leírás, ez a nagyon háborús, hangulatú, jelképes szöveg arról szól, hogy ne aggódj, Isten tovább támogatja a te életedet. Ha rábíztad a múltat, akkor vedd el tőle a jövőt. A győzelem oda fentről jön, Éppen ezért ne ijedj meg, amikor tanácstalan vagy, gyenge, vagy szembesülsz a rossz döntéseiddel. Bízz az Úrban. Bizony bízz az Úrban, és nem inoksz meg, mert veled lesz a magasságos kegyelme. Ő elvégzi azt, amit te nem tudsz elvégezni. Ő megnyeri azokat a csatákat, amikben emberileg egyedül csak vesztes lehetsz. Ő ad javakat, amikor mások elveszik tőled a javakat. Ő veled lesz, amikor fáj, és megtanulsz ő benne vidámnak lenni akkor, amikor semmi okod nincsen a derűre. Mert megfutamítja az ellenségeidet, az ő íjai húrját kifeszítít, kifeszíti a te értekedben. Mert gonosságot terveznek ellened, és csalásságot gondolnak, de nem vietik véghez. Mert az Isten győzelmet ad neked oda és feled lesz. Dávid, egy egyszerű imádsággal, egy kéréssel fejezi be ezt a Zsoltárt. Emelkedjél fel, Uram, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzünk hatalmadról. Más az ember ereje, és más az Isten ereje. A Zsoltár így kezdődött, hogy Uram, a te erődnek örül a király, és feletté bújjunk a te segítségednek. És most azzal végződik, hogy emelkedj fel, Uram, a Te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzünk hatalmadról. A Biblia szerint <kül> nem baj, ha nincs erőnk. A Biblia szerint nem szégyen, ha elfogy az erőnk. A Biblia szerint nem baj, nem kell, hogy zavarjon bennünket, hogyha úgy érezzük, hogy a csatákhoz már nincsen erőnk. A legnagyobb erőforrása az embernek az a hite, az az Istenben való bizalma, amitől azt olvasjuk, hogy nem inog meg, hogy a magasságos kegyelme vele van. Hogy az Isten úgy szeret, ahogy vagyok. Hogy az Isten, aki szeretett engem 5 évesen és 10 évesen, amikor vagy szerettek, vagy nem szerettek emberek, vagy kellemes, vagy kellemetlen körülmények között nőttem, felszülettem. Az Isten, aki szeretett 15, 20, 25 vagy 30 évesen, amikor lázongtam, lázadtam, vagy, vagy már frusztrált voltam a csalódásaimtól. Az az Isten, aki velem volt egész életemben, és bár a világ nem jól bánt velem, de az, hogy valaki szeret engem, az, hogy ez a világ nem az Isten törvényei szerint halad előre, de az ő törvénye az ember szívében ott van, hogy bíz, remény, mert nem hagylak el téged. Bízhatsz bennem, mert a te erőt helyett adom az én erőmet, hogy ne add fel, hogy ne legyél embergyűlölő, hogy ne ábrándulj ki a világból. Hadd énekeljünk, hadd zengedezzünk hatalmadról. A Zsoltáros szerint nem csak kibírni lehet ezt az életet, nem csak átvészelni, nem csak valahogy túlélni az egyik napot a másik után, hanem amikor a magasságos kegyelmében, a szerető Isten megbocsátó szeretetében megtaláljuk az erőforrását, akkor ének, hálaadás, öröm és derülhet az ember szívében. Én azt kívánom, hogy tapasztaljuk meg ezt a Zsoltárt az életünkben. Vegyük számba, hogy Isten az adományozó Isten. Ismerjük fel az ő ajándékait, hogy a jövőre nézve is, az előttünk álló napra tekintve is, ezzel a bizalommal tudjunk hogy így tudjuk folytatni az életünket, hogy bármilyen nehézségek jöhetnek, akárhány ellenség feszülhet ellenünk. A győzelem odafentről van, mert aki bízik az Úrban nem inog meg, mert vele van a magasságos kegyelme. Emelkedj fel, Uram, a Te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzünk hatalmadról. Az Isten adja meg a mai nap örömét is mindannyiunknak, az ő kegyelme által úgy legyen. Amen.